A bonyhádi zsidóságot 78 esztendővel ezelőtt, július 2-án érte a holokauszt. 70-80 felnőttet és gyereket zsúfoltak be egy-egy vagonba, több mint 1200-an voltak az elhurcoltak. Az utolsó vonatok egyike vitte a bonyhádiakat Auschwitzba, amely július 6-án indult Pécsről. Szörnyű körülmények között 3 napig utaztak, alig volt vízük, élelmük és tisztálkodási lehetőségük. Filóné Ferenc Ibolya polgármester emlékezett meg Blau László Bonyhád egy elpusztított zsidó közösség című könyvében leírtak alapján. 1944-ben, amikor Európa a II. Világháború utolsó éjjébe járt. A háborús pusztítások még nem érték el hazánkat, de a zsidó népességet már számtalan megkülönböztető törvény sújtotta. Tisztelt elnök úr, kedves bonyhádiak, hölgyeim és uraim! Néhány hónappal később, 1944 májusától megkezdődik a magyarországi zsidó lakosság deportálása. Csak elképzelni tudjuk, mit éltek át azok a haláltáborokba elhurcolt ártatlan emberek, akiknek emléke előtt most fejet hajtunk. Fejet hajtunk az önkormányzat és Bonyhád valamennyi polgára nevében. Azok előtt a családanyák, édesapák, nagyszülők és gyermekek emléke előtt, akiknek mindössze egy bűnük volt, zsidó származású. Bonyhádon évről évre megemlékeznek erről a szörnyű eseményről, teszik ezt azért, hogy ne vesszen el a feledés homályába az a közösség, amely meghatározta a város arculatát. Felidézni alakjukat, életüket, végzetes sorsukat viszont kötelességünk. Felidézni például Zinger Szalamon Ecengyárost, a Davidovics fivéreket, akiknek fűszeráru kereskedése volt, a kontestvéreket, akik olajüzemet alapítottak. Csak néhány név hosszasan lehetne sorolni, hiszen voltak, akik a gabonakereskedelemben, kékfestőüzemben, nyomdában, téglagyárban, szeszfőzdében dolgoztak, mások kőfaragóként, ékszerészként, üvegesként, vagy éppen zöldségárusként keresték a kenyerüket. Eközben szép épületeket, üzleteket létesítettek, és alakították, formálták a helyi kulturális életet. Meghatározó szerepük volt abban, hogy Bonyhád gazdaságilag és kulturálisan is virágzó településsé vált. A haláltáborok poklát nagyon kevesen élték túl, és amikor azt gondolták, túl vannak minden megpróbáltatáson, jött 1956, és a szovjetek bevonulása elől a megmaradt zsidóság jelentős része, több mint 100 család vándorolt ki, és talált új otthont magának valahol a világban. De a közösen átélt borzalmak emléke örökre összekötötte őket. A bonyhádi zsidóság emlékére 2014-ben a holokauszt 70. évfordulója alkalmával állított Bonyhádváros emlékművet. Ez az emlékmű is figyelmeztet minden itt élőt és ide látogatott arra, hogy egyszer már megtörténhetett, hogy ártatlan emberek pusztultak el csak azért, mert valamilyen népcsoport tagjai voltak.